A filmet támogatta a YouTube csatornatagok, a Békés megye vadászható vadjaért alapítvány és az adó 1%-ot felajánlók. Helyszín biztosította a Gyulai Pejréti Vadásztársaság. Köszönjük! Ordibálok? Igen, hangosan beszélsz. Nem beszélek hangosan. Oda mennék. Nem. Ő az én testvérem Zoltán, akinek mindig igaza van, s aki egy vérbeli vadász idestova 10 éve. Ez pedig itt én vagyok, nekem a horgászat a fő hobbim, és egy jó ideje a filmezés. Mindketten átlag emberek vagyunk, és egy területen sem vagyunk profi, de a feszültség már gyerekkorunk óta jól érezhető között. Nem érdekel. A lényeg, hogy az egyik napon elhatároztuk, hogy fogjuk a hobbiainkat, és egybegyúrjuk filmek sorozatába, mikben bemutatjuk, milyen is egy vadászat, vagy akár egy horgászat a mi szemszögünkből. Ez itt a Vadkaland. Őszbakvadászat. Gomnyásas nyomában. Első rész. Immár negyedszer tértünk vissza a Gyulai Pejréti Vadásztársaság területére, ahol ezúttal is vadászni fogunk. Ám mielőtt elértünk volna a kiszemelt területre, találtunk egy elhullott tetemet. Ez meg mi? Egy őszbak? Pont őszbak. Igen, ez most ilyen természetes úton pusztulhatott el, vagy? Hát, ezt így nem lehet megmondani. Nem most pusztult el. Ez egy jó pár hetes dög. Ez komoly, de már ki is rágták ezt? Nem, hát ilyenkor beköpik a legyek, és a csontig szétbontják. Ja, igen. Természetes folyamat. Én azt hittem, valami megette róka, vagy valami ilyesmi kizabálta belőle a belső. Hát lehet, hogy belerágott a róka is, hát az elpusztult állatokból lesz. De hogy miért pusztult el, azt nem lehet. A tetem után tovább cserkeltünk, miközben egyre melegebb lett. Itt vagyunk a pusztába, és dög meleg van. Ha minden igaz, akkor ma országos melegrekordot fogunk dönteni, mármint Gyula városunk, mert 2002-ben Békéscsabán volt 38,4 fok, és mára állítólag 40 fokot mondtak. Én már 39 fokot mértem a kocsimba, úgyhogy nagyon jó, főleg azért, mert vadászunk. Örültem, hogy a szülővárosom rekordot dönthet, de annak kevésbé, hogy ezt a vadászat közben kell megéljem. És amúgy miért nem reggel jöttünk ki vadászni, amikor még nem nincsen nagy meleg? Miért nem reggel? Hát én vártalak reggel, de nem jöttél. Hát te már nem írtál vissza a Facebookon. Hát mi? Én írtam neked. Igen, írtad, hogy korán kéne menjünk, mert úgy van időd. Én vártalak korán, hogy gyere. Hát de én nem mondtam, hogy jövünk, én csak írtam, hogy akkor kéne jönni. Jó, hát én azért vártam. Isten, na mindegy, amúgy most mit csinálunk? Miért megyünk itt? Vagy? Vadászok. Ezt mindjárt gondoltam. Őszbakra, igen? Serejtbakkot szeretnénk lőni, lehetőleg egy gomnyásast. Az meg mi a bánat? Majd meglátod, ha sikerül, nagyon pici aggancsa van neki. Selejtbank, nem szeretnénk, hogy tovább szaporodni. Aha. Igazából ezeket májusban ki kéne lőni, akkor lenne a legkönnyebb, de még van bent egy jó pár, amit le kéne lőni, és van most rá egy lehetőségünk, hogy lelőhetünk egyet. Jó, akkor selejtezünk. Selejtezni fogunk, egy kis selejtbankot keresünk. Szuper, selejtezni szeretek, bár nem szép szó, de mindegy. A gomnyásas őszbak aggancsa az átlagos aggancsnál sokkal rövidebb képződményt jelent, illetve nyársat, aminek hossza nem több pár centiméternél. Az ilyen aggancs nem nő nagyobbra. Ez egy öröklődő rossz tulajdonság, ami a vadállományból kivetni való. Mivel még sosem láttam gomnyásas őszbakkot, ezért némileg örültem, hogy főként ilyen különleges bakra vadászunk. De a dolgunkat nehezítette, hogy a meleg miatt kicsit sem voltunk a toppon. Suta! Ja, suta, nem láttam meg. Ott egy bak! Micsoda? Őszbak, nem látod? Hú. Láttad a sutát? Mit? A sutát láttad. Milyen sutát? Hát ami ott ment el. Nem. Mely volt ott egy suta? Itt ugrott fel. Mi? A suta. Itt ugrott fel az elő, nem láttad? Nem láttam. Ne idegesítsél, mert volt melletted egy 10 méter. Hát most de te hátrébb vagy, mint én. Szóval, nem. Most meg te nem láttad. Most én nem. Piszkálsz, az itt megy. És fel tudtad venni, hogy bebiztos? Nem, mert pont zumboltam rá. Ez megint csak valami duma. Nem. Mint hogyha a sivatagban lennék. Bár még sosem voltam, de biztos valami hasonló. Meg lehet ott is. Még van 15 kilométer.
Milyen 15 kilométer? Hát mit hozz, mennyit fogunk sétálni? Úristen, ez nem volt. Hoztál vizet legalább? Nem. Tényleg nem hoztál vizet? Nem. Hát te hülye vagy. Úristen. Akkor a takaráson csak itt tudsz vadászni. Meg amúgy is ez az igazi vadászat, amikor sétálunk, küzdünk. Igen, meg kell. Na, élvezni a természet. Mert meglátod, mennyi mindent fogsz látni. Aha. Már hogy várom. Ha kinyitod a szemedet. Ezzel jobb a horgászat, majd bemegyek egy napernyő alá. Azt ott nyugodtan lehet hűsölni. Ez azért van, mert a horgászok, ti puhányok vagytok. Francokat, okosabbak vagyunk. Nem fogunk itt izzadni, hanem muszáj. Ha iszik, néznek, hozott vizet, és még se kínál belőle. Ott a sarokban. Mi az? Fácánkokos. Fácánkokos? De csak a fejjel látszott ki. Ja, és azért láttál meg? Aha. Azt hittem, láttál van ezt. Hát egy fácánkokost láttam. Nem, most mindig. Az egy szép, azt is meg kell. Zoltán, ott egy szöcske azért nem állsz meg. Hát régen gyerekkoromban megálltam. Isten. Még mindig be kell kapcsoljam a kamerát, ezért ne sipasszál meg. Jó, akkor legközelebb csak, ha valami őrt látok el. Mi az? Semmi, gaz. Akkor most még egy nagyjából másfél óránk van utánánk sötétedik. Hát másfél-két óránka. Még van időnk, rengeteg. És komolyan a családon át akarsz menni. Zoltán, jobb utat nem találta? Régen itt út volt. Mi? Itt régen út volt. Jó, hát régen. Már nincs. Régen rég volt. Miután átvágtunk a sűrűn, egy árnyékos helyre érkeztünk. Amiután megpillantottunk végre egy őzet, amint éppen beváltott az egyik bokor mögé. Mivel bátyám sutának vélte, ezért kissé óvatlanul cserkelt rá, hogy megbizonyosodjon az igazáról. Sajnos a rutinja nem tévedett. Valóban egy suta volt az. Nem sokkal később szerettem volna pihenni, de bátyám nem akart megállni. Csak 10 perc. Nem. Most azért jöttünk, hogy körbenézzünk a terület. Persze. 15 km sétáljunk tűző napon 600 ezer fokba. Tök jó. Miért? Ha normálisan kamerázom, annyi mindent felvettél. Aha, igen. Voltak örvös galambok. Hát mondd meg nekik, hogy álljanak meg és várják meg, mi bekapcsolom a kamerát. Kevtelenül tovább cserkeltem, még nem egy újabb sutába botlottunk, ami nem várt meglepetést tartogatott. Látja a kamera? Igen. Az is egy suta? Egy suta, csipeget. Mit teszik? Hát igazából nem csak fűvel táplálkoznak, különböző gazokat, gyógynövények, mindenfajta növényt teszik, rengeteg fajtát. Itt sajnos a kukorica közt, mivel gyomírtózzák, nem nagyon van mit tegyen. És ez egyedül jár? A gidák még kicsik. A gidák még ott vannak hagyva. Még nem jön utána a gida. Még el van fektetve. Uh-huh. Valószínűleg nincs messze tőle a gida se. Csak ő felállt csipeket egy kicsit. Uh-huh. És majd visszamegy. Na jó, akkor megyünk tovább? Megyünk. Megyünk, ma alul fúj a szél. Nincs nagy szél, csak pici. És mindig azért forgunk ennyit, hogy mindig széllel szemben menjünk. Ja, mert van egy sejtésed, hogy hol vannak? Nagyjából sejtem, hogy hol vannak az őzek. Mert hol kéne legyen? Hát víz közelébe, ahol el tudnak bújni. Uh-huh. Általában itt is van víz belül, nem sok, de van egy kicsi. Több a zöld, ahol tud csipegetni. Meg ilyen hajlatokba szoktak közlekedni. Ők nem ismerik a domborzati viszonyokat. Jaj. Érted? Ha nehogy Isten disznó, és összefutunk, az is mindig ilyen hajlatokba közlekedik. Hát meg onnan nem belátható, ott el tudnak bújni. Igen, pontosan. Takarásban. Takarásban vannak végig. És igazából szelet figyeljük állandóan. Gyenge szél van, de van egy pici szél, és mindig megpróbálunk széllel szembe menni. Jó, akkor menjünk szembe szélre. Miután tovább indultunk, bátyám úgy döntött, hogy bebizonyítja gyakorlatban azt, hogy milyen sokat jelent a jó szélirány. Most vette észre minket. Suta mindjárt el fog sprintelni. Vagy nem? Bátyám tovább közeledett a suta felé. Hát most már elég közel van hozzá, és érdekes, még mindig nem vette észre, hihetetlen. Hogy? Mikor a suta felé nézett, bátyám ismét megállt. Hihetetlen. És nem akar elmenni.
Majd mikor a suta tovább folytatta az evést, bátyám még közelebb ment. Asza megsimogatja bátyám a hátát. Azt hittem, ennél közelebb már nem lehet menni, de tévedtem. Bátyám, nézzétek, milyen közel van hozzá. Szóval ez hihetetlen. Hogy nyomon tudjam követni az eseményt, muszáj volt többször is helyet váltanom. Még nem egyszer csak. Na most vett észre. Tehát ez miért engedett ilyen közel magához? A szél. Semmi más, csak a szél. Lassan mozogtam, mindig figyeltem, hogy amikor nem felém néz, akkor indulok el. De látod, 5-6 méterre bevárt. Láttam, hát vettem itt, meg alá beszéltem is. Mennyire élvezetes, nem? Én soha életemben nem láttam. Így be lehet lopni egy vadat. Ha. És szerintem sokkal élvezetesebb egy ilyen, mint 500 méterre lelőni valamit. Hát az biztos. Nem? Látod, hogy nem lőttünk semmit, de az élményben gazdagodtunk. Hát gazdagodtunk, ja. Hogy milyen szépen is, mindig a szél. Azt kell figyelni. Nagyon durva. Én azt hittem, hogy nekik azért jó hallásuk van, de szerintem most attól ilyet már meg, mert már túl közel voltál hozzá. Nem, meg bemozdultam, meg már nem értette. Igen, amikor meg én is siettem. Meg te is bemozdulnak, sokan mert... vagyunk itt hárman, azért nem egyszerű. Nem sokkal később ismét láttunk egy sutát, ami után életem egyik legcukibb élménye következett. Itt a kitája, azt próbált fel, itt a fűben. Látod? Igen. Látod, és az anyuka azért jelez, hogy elcsaljon minket. Ja, értem. Úristen, de kicsikék. Hát tudod, még nem tudják, hogy mi van, hogy mi idegenek vagyunk, vagy tőlünk félni kell. Csak a mama elment. Hát ők még szoknak. Látod most? Most szoktak ki minket, most szeretők is figyelni. Ezért éri meg sétálni, nem kocsiból vadászni. Mert a barkácsolsz kocsiból, és ott van egy lődleg, az nem egy olyan élmény. Hát az biztos. Hát most ennyi pici idő alatt azért mennyi új dolgot láttál, nem? De ez milyen aranyos? Két gida ide jött hozzá. Ilyet se láttam, még láttam. Most egymás 5 percen belül két olyan dolgot láttam, amit még nem láttam. Eddig. És szerintem itt kezdődik a vadászat. Soha nem láttam ilyet. És nézd meg, már megint iszik bátyám, és meg se kínál, nézd, pofátlan újsz a vizet, és nem azt, hogy öcsikém, nem vagy szomjas, mert nem hoztál vizet? Nem vagy szomjas. Na, eszébe jutottam. Na azért csak rendes az én kis tesókám, hogy kell ebből inni? Meg kell nyomni a gombot. Ja. De ez be víz van. Hát miért, mit kínál? Sörnek, bornak? Jó, mert csak vicc volt. Na, mehetünk. Menjünk. Csinálok belőled egy vágókipet, Zoltán, hogy elsétálsz le. Hú, hogy sétálsz nagyon. Most már lassan végigérünk a 15 kilométeren. Nem volt csak 14. A további cserkelés jó hangulatban telt. És mikor a nap lemenő félben volt, láttunk végre egy bakkot. De az túl nagy volt bátyám számára. Minél kisebbet. Az a szél, hogy ilyen pici. Mára ennyi. És akkor megyünk vissza. Igen, lövünk még egy rókát. Aha, és akkor reggel megjövünk vissza? Igen, 4-kor kelsz. Aha, szuper. Mit látsz? Van egy lucerna tábla, azt körbenézem. Ja. Csak otthon maradt a távcsi. Tól hagytad a kereső távcsivel? Igen, az asztalon maradt. De amúgy se szeretem mindig. Ne? Mert nagyon sokszor van az, hogy nincs nagyon messze az állat, megnézem, és még leteszem, addig beugrik. Közben meg a puskával nézem, akkor elbírálom, és már tudok is lőni. Jaj, értem. Úgyhogy nem feltétlenül szoktam mindig hozni. Az est beköszönte előtt, bátyám ismerő szagra lelt. Érzed a róka szagot? Neked rókát van érezned kéne. Basszus, rossz a szaglásom. Annyira intenzív. És most van itt akkor való egy róka, vagy mi? Vagy ide jár jelölni a területét, igen. Érződik. Miután bátyám kiszaglázta magát, hazamentünk. Majd másnap reggel folytattuk tovább a vadászatot. Akkor már megyünk? Utána. Csak, aha. De jó. És most már mennyit fogunk sétálni? Hát most nem sétálunk sokat. Ez nála kb. Azt jelenti, hogy 20 kilométer alatt nem állunk meg. De alig, hogy elkezdtünk cserkelni, rögtön egy őzbakba botlottunk.
kisebb aggot keresünk. Látod, itt van tőlünk egy, mennyire? 20 méterre. És jó a szelünk. Most nem vesz észre. És nem van. Kicsivel odébb egy sutát is láttunk, de mivel rossz volt a szelünk, gyorsan elinalt. Láttam most így reggel egyre több. Igen, a reggel az mindig jobb. Hát mennyit mentünk? 100 métert? Azért jönne többet, legalább 110-et Zoltán. Itt akarsz menni Zoltán az évek, a nagy fűbe? Hát tegnap is ahhoz 3 kulacs volt a ruhában. Hát te nem benned volt. Ahogy nézegettem, elég kevés. A vadállomány, mert az ilyen őzeket alig lehet látni. Itt eddig láttuk, vagy 4-et, meg tegnap is alig láttuk. Ez most azt jelenti, hogy ilyen kevés van, vagy mi? Nem, az azt jelenti, hogy nem egy állatkertben vagyunk, ahol lehet látni mindent. De nem ennyi vad van, amennyit mi láttunk. Hát gondold már végig, hát csak most itt 100 hektár van körülöttünk, vagy és? 300 hektár, hát bárhol lehet. Hát a búza olyan nagy néhol, hogy derék fölött él, és látszik ki belül, nem látjuk, hogy benne van. Hát úgy megyünk el mellette, hogy ott van. Hogy itt megyünk el, és a másik sor. Nem mindegyik ijed meg. Hát ez függ a széltől, hogy láthatta hát tegnap is. Ha úgy megyünk, most is széllel szembe megyünk, ott lehet mellettünk, ő nem kell fel. Vagy ha biztonságban érzi magát, úgy látja, nem látjuk. Vagy nem érzékel minket. Csak nem érzékel nem. Akkor. Ha. Mondjuk sokat beszélsz meg, csipog ez a vacak állandóan, de még így se érzékel. Úgyhogy nyugodj szóval. Meg, van itt vagy, csak az majd csak a télen látszik rendesen. Akkor állnak be ilyen csordába? Vagy miben? Csordába, tehén áll, te bar. vagy miben állnak be? Krudliba állnak be, de ja. Már ezt tudnod kéne. Jó van már, mit tudom én. Télen összeállnak rudliba, és akkor jobban tud látni, meg nincs takarás. Akkor jobban meg lehet becsülni az állományt is. Na jó, akkor merre megyünk most tovább? Megyünk arra tovább. Arra még egy 20 kilométer, vagy 30? Nem, 17. Csak 17, jó. Cserkeltünk földúton, úttalan utakon, derékigérő fűben, búza és kukorica tábla között, kukorica földön, de gomnyás a sőzbak nyomára sehogyan sem akadtunk. Késő délután ugyanerre a területre jöttünk vissza, reménykedve, hogy több szerencsével járunk. Ennek jó nagy akkancsa van. De még mint a borka lenne rajta, nem? Hát ezt most én meg nem mondom neked. Na mindegy, nem őt keressük. Miután több őzbakkot nem találtunk, tovább álltunk. Majd nem sokkal később egy újabbat pillantottunk meg a távolban. Nem amilyen. Menjünk meg, kezd csöpölni. Sajnos ez sem volt gomnyásas, s mivel az idő egyre viharosabbá vált, befejeztük már a vadászatot. Hát az Zoltán kell, most hoztam csizmát is. Nem persze. Mutatod, hogy nem készültem fel? Ügyes vagy, csak pont most nem kellett volna hozni csizmát. Mert? Hát mert se harmat nincs, semmi. Tarlón fogunk menni, és nem megyünk szerintem olyan gazokba. Zoltán, most komolyan ez most mondod? Hát meg most lesz 38 fok meleg, szóval reggel is lesz 32. De jó. Repestem az örömtől, hisz így a nagy melegben bele fog főni a lábam a csizmába, cserkelés közben. Hosszas cserkelés következett, s miközben főtt a lábam, láttunk a távolban egy sutát, egy ősz közelében áldozatára lecsapó ragadozó madarat, majd egy megriadt sutát, amit egy bak követett. S mikor már lassan pirkadni kezdett, a távolban megláttunk egy ravaszdit is. Láttunk egy rókát, szép vörös színű volt, ilyen sűrűrokot megyni a moda, és nem tudom mennyire fog látszódni, éppen csak a füle látszódik, messze van tőle nagyon. Most nem látom, eltűnt. Ott van a moda, megy, ott sétál ki most. És visznéz, csak mit visz? Nem látom. Nyulat. Nyulat? Uh-huh. Az a baj, hogy annyira messze, hogy nem látszik. Én látszik, tehát se akkora nyúl van nála, hogy tud menni. És még így se lőhetem le, igaz? Nem lőheted le, Zoltán. A jelenlétemben nem lőhetsz rókát. Mert alig bírta vinni. Nagyobb volt a nyúl, mint a róka. Én sajnos otthon hagytam a kamerát, a kis zoom kamerát, úgyhogy most ezt nem tudtam megmutatni nektek, pedig tényleg mindig ilyenkor van valami, amikor az ember nincs a technika. A róka koma után még egy keveset cserkeltünk, majd másnap délután folytattuk tovább a vadászatot.
láttunk a közelben egy őszbakot, és most azt próbáljuk így becserkelni. Meglátjuk, csak elég messze volt, úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy milyen. De bátyám azt mondta, hogy szerinte se lejtett. Nem se lejt. Szép bak. Jó lőhető bak. Csak nem nekünk. Nem ilyet keresünk, ezt meghagyjuk a vendégeknek. Fél perccel később a távolban újabb két őzet pillantottunk meg. Mit látsz most? De van ott két őz, az egyik fekszik, a másik meg sétál. Nem mondod, azt én is látom, de mik azok? Nem látom, messze van. Miután sikerült meggyőződnünk arról, hogy egyik se az, amit keresünk, tovább cserkeltünk. Majd hamarosan egy szokatlan dolgot láttunk. Mi ennek az érdekessége? Hát, hogy hason fekszik. És akkor mi van? Nézd meg, hogy el tudod bújni abba a 15 centis tartóba. Éppen a feje látszott ki, mint a hát. Én még nem láttam, hogy hason feküdni őszet. Tudod, hogy lefekszenek, így maguk alá teszik a lábad, de így kinyújtva. Jó, hát jól érzi. A kutya. Az rókám is így szokta. Na most megmutatom nektek, hogy öcsémmel milyen cserkelni, milyen csendbe tud mellettem jönni. Ezt az állandó nyikorgást kell hallgatnom. Hangos egyébként, mit tűzélsz? Mit? Nem is olyan hangos, hagyd el. De pont ezt hallom. Senki nem hajzol. De igen, mindenki. Aha. Pár méterrel odébb egyszer csak észrevettem egy fiatal bakkot. Itt is van egy Zoltán kint, ott. Megnézem, mi van a fején. Én már veszem. Messze van. Hát... Na most elfogad. És lefekszik. Az nem baj, menjünk arra. Gyere. Ez egy kis bak. És akkor ez jó nekünk? Még megnézzük közelebbről, de valószínűleg jó nekünk. Mivel a villái a szokásosnál jóval kisebbek, szinte már a nyásas aggancsó súrója, ami veszélyt jelenthet más őzekre, ezért az ilyen genetikájú őzek a vadállományban nem kívánatosak. És bátyám úgy döntött, hogy elejti. De innen fel tudod menni, én becserkelem magamnak. A jobb pozíció érdekében egyedül ment tovább, azt remélve, hogy a fiatal baki talán nem veszi észre. Észrevette. Tomi. Hát ez elment, sajnos nem jött össze. Vagy legalábbis ezt gondoltam, mert valójában az őzbak lőhető távolságban megállt, s mivel én pont kommentáltam az eseményt, így nem vettem észre, hogy bátyám füttyel szólítgat engem, hogy visszaforduljak a kamerával, és felvegyem a lövést. Ami így elmaradt. Bátyám próbálta becserkelni, de észrevettem, úgyhogy most megyünk tovább. Zoltánkám, miért nem lőttél? Hát mert nem tudtam, hogy veszed-e vagy nem. Hát én mondtam, hogy csörgett, és meg telefonom. De hogy csörgesselek, ha nincs nálam a telefon? Hát ez a baj, miért nem hoztad magaddal a telefon? Azért, direkt nem hozom, hogy ne csörögjön. Hát de le kell némítani, Zoltán. Hú, van már, minden szart, nem fogok. És akkor most ezt kerestük elméletileg? Igen. Ungor Tomi barátom mondta, hogy van itt egy ilyen kis bak. Aha. Ők már látták, csak nem bírták meglőni. Na, és akkor ezt kellett volna. Igen, minek megbírtuk volna lőni, ha. Kicsit ügyesebbek vagyunk. Igen. Szenzációs. Ezt most valóban én szúrtam el. De honnan tudhattam volna, hogy az őszbak megáll? Ezután minden eddiginél figyelmesebben, és a lehető leghalkabban cserkeltem tovább. Na jó, látsz valamit? Nem, csak olyan jó tárcsa vesz. Hát ezért nézett. Nem sokkal később a távolban egy gomnyásasnak tűnő őszbak tűnt fel, s mi gyorsan megpróbáltunk rácserkelni, mielőtt a sötét beáll. Kikerültük az árkot, majd egyre közelebb és közelebb kerültünk. De mire beállítottam a zoom kamerát is, az őszbak észrevett minket. Na mi van, ez is kiszúrt minket? Igen. Hát túl közel jöttünk már, meg neked a kamerát szúrtak ki. Na, persze, mindig én. Hát én itt voltam a nád között. Jó, téged szúrt. De valahogy le kell rakjam a kamerázat, jó? Hát most hogy vegyem fel? Nem könnyű veled vadászni.
Ez ilyen, ilyen a popszak. Mivel ránk esteledett, hazamentünk. Majd másnap délután megpróbáltuk megkeresni a miattam elpuskázott őszbakkot. Egészséget ez volt. Köszönöm. Na mi van, nem hoztad a nyikorgóstáskát? Nem hoztam. Hála Istennek, hála Istennek. Nem, azt mondtad, hogy be fogsz fújni VD40-nel, és megijedtem. Igen. Szerinted most meg fogjuk talán megint? Hát megpróbáljuk, hát nincs garancia semmire. Aha. De tudjuk, hogy itt van, hanem most majd hónap vagy hónap után, de röviden. Isten, soha nem fogjuk megtalálni. Dehogy nem. Suta egy bak, de már a suta figyel. Ezek nem a miénk. Uh-huh. Nyomunk egy kis kidangot. Bátyám kihasználva a lehetőséget úgy gondolta, hogy megmutatja nekem azt, hogy ilyenkor üzekedéskor milyen könnyen lehet közelebb csalni az őszbakkot buttolóval, érthetőbb nevén csali síppal. Amint megszólalt a buttoló, a suta rögtön megugrott, amit az őszbak követni kezdett. Úgy tűnt, hogy mindkettőjük figyelmét felkeltette a hang. Majd elsőként az őszbak indult a hang felé, amit a suta követni kezdett, némileg bátortalanul. Egyre közelebb jöttek hozzánk, miközben bátyám ütemesen nyomkodta a buttolót. Még nem egyszer csak... Kiszúrt minket. Van valami jó a szelünk, mert pont arra foly. Sem csak elmondom, hogy mondom. Kiszúrt minket, ugye? Hát te f***, szaszia. Menjünk. Menjünk vissza. Nem a kukoricás mellett megyünk? De ott megyünk el. Akkor miért arra? Mert az... Azért, mert mennyi arra, itt van egy árok, hát akarsz mászni az árkon? Jó, hogy a marról nem tudunk majd átmenni. Hát ha itt van középen egy árok, akkor nem tudsz csak átmész az árkon. Az árokban meg van víz. A megérzésem azt súgta, hogy az úton kell mennünk, hogy majd a végén átmenjünk a kukoricáshoz. De mivel nem akartam bátyám tapasztalatával szembeszállni, ezért inkább követtem az utasításait. És az úton megyünk vissza, mert most pont felénk rohant volna. Most ez most az a izé volt, a bak, amit tegnap igen. Nem jött össze, elment igen, észre. Az a kisebbik bak volt. Na, de hát ez itt van, ez azt jelenti, hogy ha elég közebb, akkor megint. Csak a taktikán változtatni kell oda, szépen lekerülni, azt meg kell várjuk. Aha. Mert ki fog ide kolbászolni, csak hogy rossz a szelünk, azért próbáltam átad. Hát még ha visszasétálunk arról, nem biztos, hogy elment, mert ott is van egy mező. Szerintem nézzük meg. Milyen mező? Bement az erdőbe, Tomi. De úgyis ott ment át Zoltán. Ott, az erdő széli. Menjünk vissza, azt nézzük meg. Futott meg. Na, menjünk vissza, azt nézzük. Itt van egy köpésre az út. Bízz bennem, Zoltán. Na, menjünk. Menjünk. Mivel nagyon bíztam az újabb megérzésemben, ezért bátyám rám hagyta a döntést, hogy megnézzük az erdő melletti tisztást. Sajnos, a megérzésem ezúttal cserben hagyott. S mivel nem szeretek alul maradni bátyámmal szemben, ezért másnap muszáj volt visszavágnom, hogy ő se érezze jól magát. Mit vizsgálsz? A szellet nézze. Minek? Már mióta vadászoltam ilyet? Tudod, hogy a szél a legfontosabb. Hát most kezdtük el egy perce. De voltál már kint vele. Voltál már kint vele. Mindig a szelet kell megnézni. Nem minek nézed a szemet? Hát, hogy széllel szembe menjünk. Hát most széllel szembe menjünk. Jó. Ezúttal minden eddiginél több őzet láttunk. Láttunk a távolban egy sutát legelészni, amihez hamarosan egy korábban látott bak csatlakozott, a messzi távolban,
az erdő előtt elhúzódó bokrok tövében, még nem egyszer csak feltűnt a közelben egy szép bak. Bátyám buttolóval próbálta közelebb csalni, hogy gyönyörködhessünk fejdíszében. Miután eltávolodott tőlünk, váratlanul feltűnt a keresett tőzbakkunk. Itt a bakkunk. Jó, várjál, mert nem látok semmi. Próbáljunk arrébb menni, hogy átlátjuk. Most az ezével rálátok a kicsivel. Megpróbálok ott a bokorolót. Mivel nagy volt a takarás, bátyám próbált egy jobb helyet találni, ahonnan tiszta lövést tud leadni. De mi alatt eltávolodott, az őzbak eltűnt a látómezőmből. Még nem egyszer csak ismét feltűnt, az árok felé sietve. Szóltál, itt mondtam, hogy ott van. Tehát azt, hogy te mondasz, amit én onnan nem hallom. Hát 15 méterre vagyok tőle. Hát olyan könnyen lelőhetted volna, azt is ott nézem. Láttad, azért néztem hátra, hogy veszed, mire hát ott van, hát... De én honnan tudjam, hogy látod, vagy nem? Ha meg lelövöm, hogy nem látod, akkor... De semmi gond nem, mert ott volt, hát látod. Jó, egyedül vagyok, lelövöm. Már ott lelőttem volna a bokort, hát nem tudok véglőni, mert nem tudom, hogy ott látod, de nem látod. Hát én mondtam, hogy látom. Szóval. Igen, de utána elment jobbra. Akkor pisszegtem volna, hogy... És ha pisszegsz, akkor azt se hallom, atyám. Veled nem is lehet vadászni. Jó, hagyjuk. Ez jó volt. Mi volt jó? Miért? Nekem jó élmény volt. Miért? Miért? Nekem nem. Ott volt közel, hát lőhettem is volna. Hogy megcsípjük előbb-utóbb. 20 év múlva. A bosszantó eset után láttuk a korábbi szép bakkot, az erdő melletti tisztáson egy sutát, majd megpillantottunk a távolba két bakkot, amint épp összeméri erejüket. Két bak verekszik, nézzen. Miért verekednek? Hát miért? Mert tele van a tesztoszteronnal. Mint a bikák, amikor verekszenek. Területért van. Az erősebb elkergeti a gyengébb. Miután a győztes bak elfoglalta kivívott területét, ránk sötétedett, s befejeztük a vadászatot. Másnap a megszokottnál korábban tértünk vissza a területre, hogy megelőzzük az őzeket. Úgy láttam, hogy most nincs semmi. Nincs. Hát korán vagyunk, hát ezt is akartuk. Bátyám bízva abban, hogy a selejtőzbakkunk ismét feltűnik a korábban látott helyen, elhatározta, hogy a tisztább rálátás érdekében üljünk be a fák tövébe. Hoztál széket? Széket? Hát mi mind fogsz ülni? Két óra hozzá. Te nem mondtad, hogy itt fogunk ülni. Hát megbeszéltük tegnap. Mit? Hát, hogy ide jövünk és itt fogunk várakozni. Hát azt nem mondtad, hogy ülni fogunk. Hát én ülni fogok, te majd elveszem. Ah, Isten, Zoltán, de rendes vagy, hogy szólsz. De miért? Mit gondoltál, mit fogunk csinálni? Mit tudom én? Hát állni, hát mit? Hát anna, ezt fogod te. De fasza. Néha úgy gondolja, hogy minden magától értetődő, és velem semmilyen információt nem kell megosztania, ami miatt állandóan én kerülök kényelmetlen helyzetbe. Egy ideig várakoztunk, majd egyszer csak valami közeledni kezdett felénk, de egy suta figyelmeztető hangja megzavarta azt. Biztos, hogy visszajön.
A szél változékony mozgásiránya miatt odébb költöztünk, s egyre biztosabbak voltunk abban, hogy a keresett tőzbakkunk ment el, amit megzavart a suta. Hogy érzed, szotyókám, ki fog még jönni? Szerinted az lehetett, ami ott hangot adott és elment? Szerintem igen. Megérezte a szakunkat? Hát lehet, hogy sutával volt, hát nem tudod, hogy mivel volt. De riasztott és ilyenkor elment. De elment, valami nagyon elment. És időben nagyjából ott volt, ahol ő nagy, szokott általában kint lenni. Igen, abból gondolom, meg itt még csak őt láttuk, senki más. És ilyenkor már kint szokott lenni, mert 7 órakor szoktunk élni, és most meg 7 óra van, és ilyenkor mindig itt volt ki. Azt én mondom, hogy szerintem az volt az, csak ez a hülye szél, hogy forog állandóan. De én csesztem el, mert messzebbre keltett volna őjünk. Hát de miért nem ide jött? Mert mindig megzavarsz, mert mindig gondolkodnom kell, hogy hogy lenne jó a kamerának. Hagyjam. Nem is szoktál gondolkodni, nem is tudsz. Hagyjál már. Mivel holnaptól nyaralni megyek 8 örömteli napra, ezért nagyon szerettük volna, ha ma kijön az őszbakkunk, hisz ez az üzekedés fő időszaka. Jöhetne már az az őszbakka. De az őszbika, akarom mondani őszbak, nem akart kijönni. Várakozásunk során csupán egy őszbakkot láttunk a messzi távolban, és egy nyuszit, ami a közelünkbe ugrált. Milyen közel se jött hozzá még, ott vagy 5 méterre. Miután nem láttuk értelmét a további várakozásnak, a kocsi felé vettük az irányt, hogy más felé menjünk, mikor... De ez kis uta. Tavaly is uta, Gida. Még kis puta. És nem vesz észre minket. Hát, ha nem mozogsz. És hány méterre van tőle? 35. És jön erre közelebb. Ne, ott akart átmenni, csak ott a kocsi. És nem tudja most, hogy mi van. A sutagida egyre közelebb és közelebb jött, miközben mi az út kellős közepén álltunk, ami egy magamfajta laikus ember számára igazi élmény volt. Majd mikor úgy 20 méterre lehetett, egyszer csak átment az úton, és eltávolodott tőlünk. Jó a szelünk, a hátterünk sötét. Igazából mi mögöttünk az út meg az erdő, és akkor nem látom. Ugyanilyen szituációban egy idősebb ilyen bakkal találkozunk, az is előfordult, hogy azt sem vesz észre. Hát most igen, műzekedés van, nem biztos, hogy minket figyel, főleg ha valami szagot követ. De a suta az ki fog minket szúrni, az nem ilyen buta. Az kiszúr minket azonnal, és elmegy, és elviszi a bakot is. 8 nappal később. Na mondd már, tényleg hozta egy ilyen sárga széket, hát, gyönyörű. Hát basszus, hát szerinted itt fogok majd megint érdepelni. És hogy fogod hozni? Hát majd mit tudom, egy kézbe. Igen, hát most cserkelünk egy 5 kilométert. Aha, biztos nem fog cserkelni. De hát majd. Látod, én is azért tettem a hátam. Aha, persze, hagyjál. Kösd fel egy madzaggal. Nem fogom. Szerintem úgy jó lesz. Nem lesz jó. Van ilyen piros madzagom. Nem érdekel. Nem akartam úgy folytatni a vadászatot, mint legutóbb, hogy még bátyám kényelmesen ücsörög a vadra várva, addig én kényelmetlenül szenvedek a kajámosolyának kíséretében. Nem tudom, hogy lesz-e szerencsénk. Nem, ezt nemrég tárcsázták fel. Ne is akkor mi? Hát amikor hirtelen változik a táj, azt nem szeretik a vadak. Mert furcsa nekik, hogy kijönnek és nem ugyanaz van. Jaj, értem. És ilyenkor lehet, hogy megáll, tétovázik, nem jön ki, más útvonalat keres. Még meg nem szokja megint, hogy változott. Eddig egy tarló volt, most meglátod fekete, fel lett tárcsázva. Tök jó. Hát ez is miattad van. Miért? Hát elmentél nyaralni azért. Hetet kellett várni, hogy újra kijöjjön. Jó, hát ez van. Nyaralni is kell néha. De ilyenkor nem. Mikor üzekedés van, inkább kell nyaralni. Jó, hát majd üzekednek később. Na tessék, már nyaralni se lehet. Ez örökké valóságig fog tartani ez a film, én úgy veszem észre. Nem sokkal később egy őszbakkot pillantottunk meg, ami egy sutát követett. Mindjárt megáll neki. Ez most miért kergette? Szerinted miért? Hát beszéltünk ma a borításról, hát
most van az őszek násza, szerinted mit akart vele csinálni? Ja, hogy akkor most... Ja, az értem. Ha csak megállt volna egy pillanatra a suta, akkor... Ja, hova, nem tudtam. A sutát üldöző bakk után láttunk még egy kis bakkot, majd befejeztük a vadászatot. A következő napon cserkeltünk, kissé fáradtan, amiután 2 hét kényszerpihenő következett. A vadászidény vége rohamosan közeledett, de mivel szerettem volna látni egy igazi gomnyáshast, ezért más területen is próbálkoztunk. A másik területen először egy őszbakkot láttunk meg a napraforgó tövében. Én nevelem látom rendesen, te szerintem vagy villás, vagy egy hatosbak. Amiután csodaszép naplemente következett, aminek szépségével sosem tudok betelni. Majd a szürkületben jött még egy suta, majd egy táplálékát kereső róka. És róka megy a táplálékban. Vadászik. És sütő róka megy a kis vékony. A következő nap hosszasan cserkeltünk, s miközben továbbra sem jártunk sikerrel, lassan kezdtem megérteni egy fontos dolgot. Most már értem, Szutyó. Mit? Hát azt, hogy az emberek miért választják a könnyebb utat. Hogy miért nem selejteznek. Mert ez baromi nehéz. Hát most, ha válogatsz, az nehéz. Az egyszerű, hogy felülsz a kocsira, kimész, azt lősz valamilyen fajta bakkot. Ez így örökké valóságnak tűnik. Hát, ha szerencsénk lesz, akkor tudunk lőni. Most ment el valami megint, mert pofázom. Tényleg? Igen, nem hallottam. Valamit hallottam. Valóban nem volt könnyű dolgunk, ezért már egy jó selejtbaknak is örültünk volna. De a vadászat nem ilyen egyszerű. Mert olykor hiába cserkeltünk be egy jónak tűnő őszbakkot, lassan mélyre figyel. Mire lőtávolba kerültünk volna, az elment. A legtöbbször pedig egyszerűen csak nem az jött ki, amire vártunk. Egy korban lévő suta, mert vastag. Mi van? Fiatal az, mint az állat. És volt olyan is, amikor azt hittük, hogy az őszbakkokat elnyelte a föld, mert csak sutákat láttunk. Egy suta, 2 suta gitában. Faszk, ez nem hiszem. Tényleg hihetetlen már. Itt 10 perc alatt tényleg láttam ebből valami sokos őszet is, ott van az összes suta, hihetetlen, nem tudunk egy őszet találni, már mint egy bakkot. De amúgy ott is van egy ősz, amarra az is suta. Megszámlálhatatlan vadászattal a hátunk mögött. A nap végére megértettem valamit, ami miatt a vadászokat sokan támadják. Most jöttem rá valaminek. Mire? Azt, hogy az emberek ugye nagyon elítélik a vadászokat, amikor ott pózolnak örömködve egy elejtett vad mellett. És igazából most, hogy csiliárd mennyiségű kilométert megtettünk, szerintem már 100 kilométernél többet. Biztos. Cserkeltünk, és igazából én is már alig várom most tényleg, hogy lelőjük azt a vadat, amit szeretnénk, és igazából tényleg meg tudom érteni azt, hogy azok az emberek miért örülnek nekünk, úgyhogy szerintem... Szerintem te is nagyon fogsz örülni. Én nagyon fogom örülni, igen, hogyha végre sikerre járunk, úgyhogy szerintem már egyáltalán nem kell lenézni azokat a vadászokat, akik. Ugye, igen, nem lehet tudni, neki, hogy mennyi munkát fektettek van, ők bele. Úgyhogy igazából most már tényleg megértem azt, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Hát tudod, ezért sétáltunk egy. Mivel már több mint 2 hónapja próbáltunk elejteni egy selejt őszbakkot, lehetőleg gomnyáshast, ezért egy régen látogatott területre mentünk, ahol annó sok őzet láttunk, mikor az első részünket készítettük. Ezúttal az autón ülve várakoztunk. Még nem egyszer, csak ismerős hangot hallottam. Szatyó, te hallottad? Mi? Hát egy bőgabigat, itt vannak kimszarvasok. Igen, itt a szomszédban vannak kimszarvasok. Most egészen közel. Itt van egyből, ott a körös után. Tényleg van itt kimszarvasok? Hát nem is tudtam, hogy van. Az itt nem csak dámszarvasok vannak. Nem, hogy van kimszarvas is. Hogy be is van zárva, kb. Olyan 500 darab. Atyám, te hülye, hát akkor ez nem is igaz. 500 darab tehénbe van zárva. Tehén van, te hülye, hát akkor ez tehenek. Tehénbőg és nem bika bőg akkor. Hát biztos van köztük bika is. Istenem, szóval, hát ezt mondja. Érted, hogy már nem bír megkülönböztetni. Te vagy a paraszt gyerek, hát te tudod. Jó. Én tudom, hogy mi bőg. Hihetetlen. Még, hogy bika.
A tehénbőgés után sokat várakoztunk, de az őzek nem akarták megmutatni magukat. Nem tudom, hova tűntek el, de hogy itt nincsen, azt tudni. Sose fogunk. Végezni ezzel a fémát. Ezek után még többet cserkeltünk, amitől egyre jobban kezdtem besokalni. Soha nem gondoltam volna, hogy ezt mondom, de most már lesen akarom horgázni, falázni. Nem akarok többet cserkeni, elegem van ebben. Remélem bátyám, a legközebb tehet kívülünk egy lesre, nem érdekel, hogy rosszant, leszakad alattam, nem érdekel. Elegem van ebből, ez komolyan, ez nem emberi, ennyit sétálni, hát. Isten, borzasztó. Ez volt az utolsó nap szerintem, hogy mi még egyszer cserkeljük. Vagy kiülünk kocsiba, vagy barkácsolunk, vagy lesre ülünk, de én cserkeljük. Tudod, miért egyeznék csak bele? No. Viszont hülye táskádat ne hozzá, menj, mozogjál csak, hogy mikor? Így. Olyan idegesítő, már feláll a szőr a hátam. Idegesítő, hogy nem hagyod otthon azt a vacot. Mivel a táskámra szükségem volt, ezért nem ültünk lesre. A következő nap ismét láttunk Bakkot, Sutát és Gidát. Még nem egyszer csak feltűnt egy igazi selejtbakk. Az a baj, mi nem tudunk odáig elfutni, hogy... Ez a bakk, igen. Ez elég úgy tűnt, mint hogyha csak egy ága lenne neki a jobb oldali. Túl messze van, ha menjünk az ábakkon. Hát próbálkozunk csak, mert szerintem el. Ide hiába megyünk, menjünk arra még egyel arra. Mivel túlságosan messze volt, ezért sietős léptekkel megpróbáltunk elé kerülni. De mire odaértünk, elment. Majd néhány pillanattal később, újabbnál újabb őzek bukkadtak fel a közelünkben. De mivel már túl sötét volt az elbíráláshoz, ezért úgy döntöttünk, hogy másnap visszajövünk, hát ha ismét meglátjuk őket. De akkor miért nem mondtad, hogy becserkelhettük volna? Nem bírtuk már becserkelni. De hogyha így mozog és érzed, hogy nem lesz jó, akkor keresse addig pozíciót, amíg nem lesz jó. De innen meg nem bírok lőni, mert a izét lövöm. Ennek a tetejét. Felkeltett a ideálni. De innen nem tud sehol, mert nincs semmilyen támaszt. Ezen jó, nincs mindig. Szíj, hogy rátekerjem a kezem. Nem bírtam. Istenem. Ez van. Örökké valóság lesz, mire ezt sikerülni fog. Jó, Tomi, hibáztam. Van ilyen. Kész. Kimerültem. Az akarom menni. Sajnos bátyám elhibázta a lövést, de mivel biztosra akartunk menni, hogy a bakkot tényleg nem érte találat, ezért megnézte a rálövés helyét, vérnyom után kutatva. Na mi az, atyukám? Nincs vér. Úgyhogy elhibáztam. Hát ezt láttuk mondjuk. Jó, hát gondoltam én is, de azért érdemes megnézni mindig. Soha nem lehet tudni. Igazi kudarcként éltük meg a hibázást, de ekkor még nem tudtuk, hogy nem ez volt a legnagyobb. Mikor legközelebb kijöttünk vadászni, nem egyedül voltunk. Velünk volt Adri és Gabi, az adó 1% nyereményjátékunk fődíjának nyertesei. Az volt a terv, hogy mi hárman a kocsiról figyelünk, még bátyám a kukoricatábla szélén ülve fog várakozni. De miközben bátyám lőszerrel töltötte meg a puskáját, én észrevettem egy őzet a szomszédos kukoricatábla tövében. Mi van rajta? Szerintem semmi. Vagyis nem tudom. Mi az, hogy nem tudom? Fura a feje, gúbja. Van rajta, vagy nincs rajta akkor? Mit tudom én, szerintem nincs. Egy suta lehet.
mire bátyám is távcső alá vette volna az őzet. De már tök mindegy, elment. Sajnos nem szenteltünk neki túl nagy figyelmet, mert a zoom kamera kis LCD kijelzőjén nem láthattam azt, hogy ott áll velünk szemben az a gomnyásas őzbak, amit eddig mindvégig kerestünk. Mivel kissé gyanús volt számunkra, átköltöztünk a kukoricatábla másik oldalára. Hát, ha kijön. De nem jött ki. Csupán néhány nap maradt hátra a vadászidényből, s mire másnap kijöttünk, a kukoricatábla le volt aratva, ami megzavarhatta az őzeket, mert se akkor, se az utolsó nap nem jött ki semmi, pláne nem a kis gomnyásasunk. Sajnos nem sikerült gomnyásos őzbakot terítékre hoznunk, de visszagondolva arra, hogy mennyi mindenen mentünk keresztül, nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy rengeteg élménnyel gazdagodtunk. S mivel az igazi őzbakvadász idénye tavasszal kezdődik, ezért elhatároztuk, hogy akkor fogjuk folytatni a vadászatot, remélve, hogy sikerül elejtenünk egy igazi gomnyásas őzbakkot. Vége az első résznek. Folytatjuk.